új utakon még az idén megépül a Ramocsa házát Laskoddal összekötő 3 kilométeres útszakasz. Ünnepelnek Szabolcsban, átadják a felújított Tomori kúriát, emlékoszlopot avatnak és vármegye napot ünnepelnek május 20-án. Kullancsok és betegségek, minden ezredik csípés okozhat vírusos és minden tizedik bakteriális fertőzést. Negyven helyett 3 kilométeres aszfaltúton lehet nem sokára közlekedni Ramocsaháza és Laskod között, még az idén megépül a 6 méter nyomtávú útszakasz. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! A településen emellett új bölcsődét, valamint egészségházat is átadnak, és felújítják a csapadékvíz elvezető hálózatot is. A helyben termelt zöldség és gyümölcs piacra juttatását pedig a Nyírségi Termék Család brand segíti. Ha képzeletben Ramocsaháza köré rajzolunk egy kört, akkor azt kapjuk, hogy a település fél óra autóútra van Nyíregyházától, Nyírbátortól, Mátészalkától, Vásárosnaménytól és Kisvárdától is. Vagyis Ramocsaházáról a vármegyebeli nagyvárosok viszonylag közel vannak és gyorsan elérhetők. Van azonban egy szépséghiba. Ez pedig a Ramocsaházáról a szomszéd Laskodra és onnan visszavezető út. Bár a két település mindössze 3,1 kilométerre fekszik egymástól, a közúton több mint 40 kilométert kell oda-vissza megtenni. A 2023-as év ezért is lesz különleges, Ragány Róbert polgármester szerint, ugyanis még idén megépül a Ramocsaházát Laskoddal összekötő aszfaltút. Itt a hátunk mögött, ezen a részen még gyerekkoromban is vízállásos terület volt. Visszamenőleg több évszázadon keresztül egy kákás tó nevezetű, eléggé mélyen fekvő vizes területként volt nyilvántartva. Most jelenleg ezzel a fejlesztéssel, amivel Laskod és Ramocsaháza össze lesz kötve egy 6 méter nyomtávú úttal, aszfaltos úttal, megvalósulhat az az 50-60 éves álom, hogy ezt a két egymáshoz közel lévő települést végre össze tudjuk kötni. Ugyancsak a lakossági igényeket szolgálja az idei évben tervezett és sikeresen megpályázott csapadékvízelvezetési rendszer fejlesztése a főúton, valamint a polgármesteri hivataltól nem messze lévő egészségház épület befejezése. Egy új két csoportos mini bölcsödét is építenek, amelyet szintén a 2023-as esztendő végéig terveznek átadni. Még nem került engedélyezésre az egészségházunk, amely egy 300 négyzetméteres egészségház, három szakrendelős egészségház, így fogalmazhatnék, pontosan erre volt pályázati lehetőségünk annó, illetve egy bölcsöde, amely kétcsoportos mini bölcsödeként fog üzemelni. Az idén mind a kettő át lesz adva. A savanyító üzemünk az tavaly lett átadva, van még egy nagyon korszerű futballpályánk, amely szintén egy fejlesztés volt, és próbáljuk majd fejleszteni még a gyümölcslé üzemünket is. Ramocsaházán tavaly helyezték üzembe az új savanyító üzemet, ahol azóta a lakosság által helyben termelt zöldségeket dolgozzák fel. A gyümölcslé feldolgozást ezzel a géppel már korábban elkezdték a településen. A polgármester terve az volt, hogy hozzanak létre egy nyírségi termékcsaládot, amely nem csak a helyi termékek piacra jutását segíti, de a fenntartható gazdasági fejlődés céljait is szolgálja. Ahogy mögöttem látható, ezek a termékek gyártása folyamatban van, az értékesítés hála Istennek működik. Helyi szinten, illetve piacokra járunk, és tudunk konyhákhoz közétkeztetésbe is szállítani, főként savanyúságokat. A jövőben pedig tervünk az, hogyha ez a gazdasági recesszió egy picit átlendülne, és lehetőség lenne a termékét, értékesítést, a helyi terméket bevinni nagyobb piacokra, akkor ebben mindenféleképpen Ramocsaháza központi szerepet szeretne betölteni. A polgármester másik újító ötlete a település energetikai korszerűsítésével kapcsolatban egy olyan mini távhő szolgáltatás kialakítása volt, amelynek segítségével olcsó és megújuló energiával sikerült függetlenedni a földgáz szolgáltatóktól. Mi szerencsés helyzetben vagyunk, mert egy picit előre gondolkodtunk 2018-tól, a közfoglalkoztatási program kapcsán annak segítségével elindítottunk egy biomegújuló energia programot, amelynek a hozadéka a gajbála, és
ezt felhasználva gajbálás fűtéssel megpróbáltuk a központban lévő középelőtereinket összekötni, egy helyről fűteni. Mondhatnám, egy mini távhő fűtési rendszer alakult ki Ramocsaházán, és ennek a végén, ami talán jövőre aktuális lesz, egy durván 1200 négyzetméternyi épület komplexumot tudunk fűteni potom összegért, kiváltva az összes gázfogyasztást. Ragány Róbert polgármester úgy fogalmazott, a települést 21. századi infrastruktúrális fejlettség és jó közbiztonság jellemzi. A legfontosabb jövőbeli cél már csak az, hogy minél többen válasszák lakóhelyül Ramocsaházát. A nyírmadai állatmenhely már bezárt, a mátészalkai pedig bezárás előtt áll. A többi vármegyénkbeli menhely, mint a kisvárdai, az ibrányi és a nyíregyházi pedig szinte napról napra a megélhetésért küzd. Ahogy tudnak, összedolgoznak a szervezetek, de az utóbbi hónapokban drasztikusan visszaesett az örökbefogadási kedv, és egyre kevesebb a támogató is. A magyarországi menhelyek működését hónapról hónapra bizonytalanság jellemzi. Ráadásul az elmúlt hónapokban olyan új problémákkal találták szembe magukat a szervezetek, amelyek korábban nem voltak jellemzőek. Ilyen például, hogy az örökbefogadási kedv drasztikusan visszaesett. A nyíregyházi menhely vezetője azt mondta, érdeklődő is alig akad, ráadásul közülük jó néhányan méltatlan körülmények közé vinnének kutyát. Nálunk nagyon fontos hitvallás az, hogy tényleg olyan helyre kerüljenek a kutyáink, a macskáink, ahol sokkal jobb helyük van, mint itt. Emiatt ugye nem adunk nyilván bioriasztónak, láncra, kenelbe, stb. Stb. Sajnos az érdeklődők egy jó része ilyen, de ugye mi szeretjük őket, és sokkal jobbat szeretnénk nekik. Emiatt ugye az örökbeadás lényegesen csökken. Nem azt mondom, hogy nincsenek szuper családok, akadnak, de nagyon ritka. Ez az egyik probléma, a másik probléma ugye az, hogy a válsághelyzet kapcsán azért mi is érzik, hogy a támogatások rettenetes módon lecsökkentek. Az állatvédők megértik és elfogadják a dolgot. A helyzetet azonban tovább nehezíti, hogy pályázható támogatások sincsenek. A problémakör ráadásul nem egyedi. A szabolcsi menhelyek közül ketten már most bezártak, illetve az egyik bezárt teljesen. A nyírmadai menhely, a mátészalkai menhely pedig bezárás előtt áll. A többiek még küszködnek, nem vagyunk egyébként sokan, még Kisvárdán van egy menhely, aki szintén túltelített. Ibrányban, illetve ugye a PCS alapítványban még, illetve egyesület, akik gyepmesteri telepekről mentenek. Összedolgozunk egyébként, akivel tudunk, nem csak megyei szinten, hanem országos szinten is próbáljuk egymást segíteni, akinek felesleges gyógytápja van, az elküldi a másiknak. Ugyanígy gyógyszerek, pelenka a beteg állatok alá, tehát tényleg amiből a másiknak több van, akkor ad ugye annak, aki jobban rászorul, mert igazából nem nagyon van segítség. Sajnos pályázatok nagyon nincsenek újabban, legalábbis olyan pályázatok, amik ugye jelentős segítséget jelentenének, és hát az a helyzet, hogy a kibocsátó réteg, amit mindig elmondok, nem áll le, tehát gyakorlatilag folyamatosan születnek az újabb és újabb kölykök, rengetegen kerülnek utcára. Az állateledelek ára egy év alatt több mint 50%-kal nőtt, az állatorvosi költségek megháromszorozódtak, és ehhez jött a rezsiszámlák emelkedése. Sokan ezzel indokolják, miért válnának meg házi kedvenceiktől, és próbálnák menhelyre adni kutyájukat, macskájukat. Az állatmenhelyek kapacitása azonban véges. Az Állatbarát Alapítvány vezetője azt is elmondta, nyugaton kicsit magasabb az örökbefogadási kedv, mint itt a keleti régióban, és ha csak egy fokkal is, de az állattartási kultúra is jobb. Multimédiás eszközökkel tették interaktívvá a szabolcsi földvár kiállító terét, emellett a terület és település fejlesztési operatív program biztosított mintegy 170 millió forintos forrást a Tomori kúria felújítására. Az új látványosságokat május 20-án a vármegye nappal egybekötve avatják fel, erről a község polgármestere beszélt 35 perc című műsorunkban. A magyarság egyik legrégebbi tiszamenti települése Szabolcs. Történelmi emlékei közül kiemelkedő jelentőségű a Tomori kúria, amely majdnem a feledés homályába merült. A tomoriak vagyonos földesúri családként éltek itt a múlt század közepén, de a háború után elhagyták az országot, otthonukat pedig államosították, így került a község tulajdonába. Az évtizedek alatt működött óvoda, orvosi rendelő, mozi és postaként is. Az elmúlt 8 évben a község úgy döntött, hogy kulturális örökségként mentik meg. Erről beszélt 35 perc című műsorunkban a polgármester. Támaszkodva a korábbi kutatási eredményekre, történészek, régészek feltárásai, dokumentumok alapján úgy döntöttünk, hogy ez kiváló lehetőség lenne ahhoz arra, hogy átalakítva, felújítva ezt a kúriát, kialakítsunk benne
az európai földvárok történetét bemutató látogató teret, kiállítási központot. Tulajdonképpen ez volt a cél. Ezt sikerült megvalósítani, fizikai valójában a múlt év végére ez elkészült. Most folyik a finom munkálat, gyakorlatilag a kiállító térnek a berendezése, szemléltető eszközöknek a beállítása, tehát hogy látogató komfort legyen a létesítmény. Ehhez sok munkát kellett elvégezni. Fel kellett újítani például a fatető szerkezetet és födémeket, javításra szorult a betonajzat, üvegszövet hálót és függőeres csatornát kellett szerelni. Sőt, a talajnedvesség elleni szigetelést, valamint a homlokzati fa hő- és hangszigetelését is meg kellett oldani. A Covid és az energiaválság jelentősen megnehezítette, időnként hátráltatta a munkát. Most, hogy befejeződött a felújítás, új turisztikai szemlélettel vezeti tovább a községet az önkormányzat. Van tiszapalti kikötőnk, sétahajóknak, túrahajóknak, tehát sok minden együtt áll ahhoz, hogy látogató baráttá tudjuk varázsolni a települést. Infrastrukturálisan rengeteget fejlődtünk az elmúlt 10 év alatt, szálláshelyek is vannak. Tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy legalábbis én ezt vallom, hogy most már a mennyiség helyett a minőség irányába kell elmenni, ahogy a mondás tartja, a kevesebb, néha több. Tehát nem azt kell most már halmozni, hogy még több attrakciót bevinni, hanem azt, ami megvan, azt olyan szinten működtetni, ami hát egyrészt méltó ehhez az örökséghez, amit ránk maradt. Most nekünk jutott ez a feladat, ez hozta a sors, nekünk kell helytállni, és a mi helytállásunk lesz gyakorlatilag a példa a következő generációnak. A tervek szerint a Tomori Kúria állandó kiállítótér lesz május 20-ától. Ekkor vágják át a szalagot és adják át az épületet. Ugyanezen a napon emlékoszlopot is avatnak majd a nemzeti emlékhelyé válás tiszteletére. És az első vármegye napnak is Szabolcs ad majd otthont május 20-án. Nem kell pánikba esni, ha kullancsot találunk. A tavasz beköszöntével egyre több helyen lehet összeszedni a vérszívókat, és ilyenkor fontos, hogy minél hamarabb eltávolítsuk őket. A fej kitimpáncélból van, és ha netán bentszakad, néhány nap múlva kilökődik magától, mint egy apró szálka. Nem minden kullancs fertőzött, amelyik viszont igen, az vírusos agyvelőgyulladást vagy lánykort is terjeszthet. Már felélettek az áttelelő kullancsok, és elkezdtek fejlődni a lárvák is. Nem csak az erdei sétákon lehet összeszedni a vérszívókat, ezek ma már gyakorlatilag mindenhol jelen vannak. Több mint 2 tucat kullancsfaj él a Kárpát-medencében, ezek közül a leggyakoribb Magyarországon is a közönséges kullancs. A vért adó gazdára hang és szaginger hatására ejti rá magát fűről, gazról és bokrokról, legfeljebb 1,5 méter magasságban. Az első teendő, hogy nem rémüljünk meg. A legeslegfontosabb, hogy a kullancsot minél hamarabb eltávolítsuk. Erre különböző népi módszerek állnak rendelkezésekre, ezeket el sem mondom, és nem is javaslom őket. A legprofibb megoldás, hogyha nyilván ez egy kicsit körülményes, de el kell menni egy gyógyszertárba, és venni egy speciális kullancskiszedő csipeszt, vagy egy kullancskiszedő kanalat, és akkor úgy tudjuk a kullancsot kényelmesen kiszedni magunkból, vagy a gyerekekből, vagy akár kutyából, macskából, hogy a utótestét nem nyomjuk össze, és így a sebet nem toljuk tele még jobban a kullancsoknak a limfájával, illetve a test folyadékával, amiben a kórokozók előfordulhatnak. A 2 legismertebb kullancs által terjesztett betegség a vírusos agyvelőgyulladás és a Lyme-kór. Előbbi ellen oltással lehet védekezni, a Lyme-kór ellen azonban még nincs oltóanyag, annak kórokozóját a megfelelő antibiotikummal lehet elpusztítani. Míg a vírusos agybelőgyulladás 2-3 hét alatt lezajlik, addig a Lyme-kór évekig, sőt évtizedekig is eltarthat, ez alatt újabb és újabb szerveket károsíthat. Nem minden kullancs fertőzött, de amelyik igen, az már 4 óra elteltével meg is fertőzheti áldozatát, ezért érdemes minél előbb eltávolítani. 1 hét múlva is ki lehet szedni, csak akkor már lehet, hogy akkora, mint egy zöld borsó méretű, és már nagyon megszívta magát vérrel, ilyenkor már az utótest rendszeresen szépen ki is szokott szürkülni.
Ilyet többnyire már inkább csak kutyusokból, macskákból, más házi állatokból szoktunk kiszedni, de én már szedtem ki emberi fejbőrből is egy közméteméretű kullancsot. Minél hamarabb kell kiszedni, minél kevésbé összenyomni az utótestet, ha a fej beszakad, abból semmilyen különösebb probléma nem lesz, az néhány nap múlva ki fog löködni. Nem szabad feladni a kirándulás örömét és jótékony hatásait a kullancsveszély miatt. Ebben az időszakban viszont érdemes a bozótos, bokros területeken zárt ruházattal vagy kullancsriasztó szerekkel védekeznünk a kullancscsípés ellen. Pindrok Csaba egyszemélyes komédiáját, a Segítség megnősültem című vígjátékot láthatták a nézők a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház műsorán. A hagyományos bohózat és a modern stand-up comedy stílus jegyeit egyaránt felvonultató előadás sajátos görbetükröt tart az esküvő előtti és utáni hétköznapok elé. A Sebestyén Elemér regényéből készült darabot Radnai Márk állított a színpadra. Vészhelyzet van. Mindannyiunk számára ismerős helyzeteket láthatunk, felszabadult nevetéssel ismerhetünk magunkra, Pindrok Csaba sokoldalú játékát nézve, aki a házasság témájában járt a színészként, bravúrosan tálalja ezt a nem mindennapi színházi fogást. A humor és irónia ellenére azonban ez az anekdotaszerű történetekből álló férfi monológ nem más, mint tisztelgés a nők, a szerelem és a házasság előtt. A darab szerzője, a krimiíró Sebestyén Elemér saját történetét vezeti végig az előadásban, amely a regény alapján készült. Pintros Csabának a felesége ajánlotta a könyvet, amelynek elolvasása után a színművész, aki a darab társdramaturgja és producere is, a színpadra állítás mellett döntött. Azért nyomta a kezembe a feleségem ezt a könyvet, mert nagyon régóta terveztem egy önálló estet. Szerettem volna tudni, hogy mire vagyok képes egyedül a színpadon, teljesen eszköztelenül. Illetve a stand-up térhódítását nézve, és sajnálkozva ezen, ahol a káromkodás, meg a hasmenés, meg a szex, meg a politikai szelepeltetés ilyen szinten tért tudott nyerni, és egy alternatívát szerettem volna ezzel mutatni a műfajnak, hogy lehet úgy is csinálni, hogy hát bár nyilván egy házasságban ugye kimeríthetetlen a tár, hogy ott mennyi vicces dolog, vagy szomorú dolog is tud lenni. Úgyhogy tulajdonképpen ezt 5 évvel ezelőtt Radnai Márk rendező barátomat megkértem, hogy akkor ebből csináljunk egy színdarabot is, ez meg is történt. Most a 250. előadásnál tartok. Pindrok Csaba 12 különböző karaktert alakít a vígjátékban, amit 5 évvel ezelőtt mutattak be. Nagyon ügyesen irányított a rendező, aki azt mondta, hogy ne utánozni próbáljak, hanem a gondolatát, meg az érvelését tegyem a magamévá. És sokszor úgy mutatom meg a figurát, hogy nem is nagyon változik el a hangja, mégis látják mondjuk a 200 kilós anyóst, vagy a végletekig cigarettázó apóst, vagy hagyna soroljon tényleg a karaktereket, különböző 12. Bár Pindrok Csaba 3 évvel ezelőtt Thália színházbeli szerepeinek többségét visszaadta, jelenleg csak egy darabban játszik, a közönség mégis találkozhat vele, hiszen az egyszemélyes vígjátékkal az ország számos színpadán fellép, és a Mr. és Mrs. című két szereplős darabban is játszik feleségével, Verebes Lindával. A jövőben úgy tervezi, hogy 4 gyerekes apaként a gyereknevelés problémáiról szóló előadást visz majd színpadra. Pénteken edzője Nagy Lajos társaságában elutazott Taskentbe Kovács Rihárd, az NVSC Big Boxing ökölvívója. A 63,5 kilós súlycsoportban induló versenyző a május 1-től 14-ig tartó világbajnokságon lép szorítóba Üzbegisztánban. A korábbi világbajnok Erdei Zsolt szerint a nyíregyházi ökölvívó ott lehet majd a jövő évi Párizsi olimpián is. Leveleken népszerűsítette az ökölvívást Erdei Zsolt. Az amatőrként és profiként egyaránt világbajnoki címet szerző madár 2000-ben középsúlyban Sydneyben az olimpiai dobogó 3. fokára állhatott fel. A kétszeres Európa-bajnoki aranyérmest arról is kérdeztük, hogyan látja a sportág a jövőjét az ötkarikás játékokon. Pillanatnyilag ugye a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség egymással hadilában van, hiszen ismételten elvette a Nemzetközi Olimpiai Szövetség elvette
a rendezési jogát az olimpiának az Ökövószövetségtől, úgyhogy vannak, valószínűleg ennek vannak anyagi okai is, financiális, valamint politikai okai. Tehát, hogy amíg ezeket nem rendezik, én most azért nem akarok ebbe belemenni, mert vannak feltételezéseim, de a feltételezések ugye nem feltétlenül fedik a valóságot, úgyhogy ezért nem is megyek ebbe bele ezeknek a taglalásába. Viszont azt látom, hogy egyelőre rossz irányba halad ez az egész, mind a nemzetközi ökövívás, mind pedig a hazai ökövívás. Az embernek tudnia kell, hogy melyik oldalra álljon az adott pillanatban, úgyhogy most nem, és az a baj, hogy nem mindig tudja az ember, hogy melyik a jó oldal, hogy későbbiekben mi vezet majd eredményre. A párizsi olimpián mindenképpen ott akar lenni az NVSC Big Boxing 63,5 kilós versenyzője Kovács Rihárd is. Ehhez a júniusi krakkói Európa játékokon és a jövő évi két világkvalifikációs tornán is a legjobb négy között kell végezni a Nagy Lajos tanítványának. Ricsi az egyik legrutinosabb versenyző Magyarországon, azt gondolom. Ő azért meghatározó alakja már, azt hiszem 5 magyar bajnokságot, felnőtt magyar bajnokságot is nyert. Volt nemzetközi sikere is, ugye Európa bajnokságon volt bronzérmes, és egy rutinos fiúról van szó, akinek azért van lehetősége, azt gondolom, illetve hát lehetősége mindenkinek van, csak ő szerintem meg is tudhatja ragadni ezt a lehetőséget, és reményeink szerint kijutnak majd az olimpiára többen is. De ha nagyon reális akarok maradni, és nagyon tiszta fejjel akarom nézni, akkor hihetetlen nagy szerencsének kell ahhoz történnie, hogy akár csak egy öklözőnk is ott tudjon lenni a következő olimpián. Kovács Rihárd edzője Nagy Lajos társaságában pénteken elutazott Üzbegisztánba, ahol május 1-e és 14-e között rendezik meg a 22. amatőr világbajnokságot. Bár Taskentben nem lehet olimpiai kvalifikációs pontokat szerezni, a nyíregyházi boxoló szeretne a lehető legtovább jutni súlycsoportjában. Május 1-én hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírműsorra legközelebb holnap este jelentkezünk majd. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Kedden erősen felhős vagy borult idő valószínű, észak-kelet felé haladva lehet szakadozottabb, vékonyabb a felhőzet. Többfelé lehet eső, zápor, napközben 18 és 20 fokot mérhetünk.